Na, itt is vagyunk, hölgyeim és uraim! Köszöntök mindenkit, ez itt a One More Game és a Medieval Dynasty-nak a második epizódja, és megnézem, hogy a zöld háttér jól van-e beállítva, és szerintem igen, majd így menet közben kiderül, hogyha esetlegesen mégsem. Szevasztok, fiúk, lányok, visszatértünk ehhez a nagyszerű játékhoz, és turdjuk bele magunkat tovább ebbe a középkori világba, amit majdhogy nem naponta frissítenek a játék készítői, és ez egy óriási pont. Mert nagyon sokszor kidobnak egy játékot, és aztán hagyják egy kicsit, nem javítják, nem frissítik, de itt vannak frissítések, rengeteg bug van, amit javítottak. Nagyon-nagyon sok mindenki hozzászólt, és valóban felfedezhető párhuzam másik játékkal kapcsolatban. Az első rész óta ezt várom. Itt a második rész, hölgyeim és uraim, egészen korán érkezett, hogy be is töltjük a mentésünket, ami ez volt. És megnézzük, hogy a frissítések hogyan befolyásolják vajon ezt a második részt. Ez egy rendkívül érdekes dolog lesz. Nagyon sok mindent szeretnék kipróbálni a játékon belül. Nagyon sok minden van, ami még tesztelésre vár. Szándékosan nem néztem más alkotók által tartalmat belőle. Szeretem volna saját magam kitapasztalni valamilyen részeit. Hadd töltsön be a játék. Ugye ruhát akartunk készíteni, egy kesztyűt össze is hoztunk, és na, betöltött a játék. Igen. Igen, úgy néz ki, hogy betöltött. Vagy még mindig tölt egy kicsit. Most már simább. Azt mondja, hogy management. 4 épületet rakhatunk le a befolyásunkkal, az a probléma, hogy -81-es. Hát ez alapvetően baj. Mert egészen addig, amíg nem jutunk el 50-ig, az emberek nem lesznek hajlandóak csatlakozni a falumhoz. És ha nem csatlakoznak a falumhoz, nem tudok embereket dolgoztatni, ami meg végképp nagy probléma. Úgyhogy elméletileg itt van földem, gyakorlatilag is, és itt nincsen semmi. Itt van répa, az majd szerintem a következő, majd ősszel fog megjelenni. És idénre én már nem is tervezek több dolognak az elültetését, ugyanis következő tavasszal egy maximális mezőt fogok ide lerakni. Egy hatalmasat, és akkor meglátom majd, hogy hogyan. Egy olyat láttam, amikor az emberek nem ilyen óriás földeket pakoltak le, bár mondjuk ha ráállunk a gabonára, akkor természetesen ez megoldható. Mennyibe kerül a játék? Azt hiszem, hogy most akció van, vagy volt, de 30 euró. Igen, magyarul sokkal jobb, sokkal inkább el lehet magyarázni azt, hogy hanyadikán van elsője, természetesen. 30 kilónyi cucc van nálunk, wow, itt van rengeteg kaja. Itt van az a Meet with Gravy. Illetve a skilleknél kellene nekem egy olyan diplomácia. Plusz egy pont. Ez nincs bent, ez van bent. Ez a pontunk. Ez 5%-kal csökkenti az árakat. Az mondjuk nem rossz. Ez pedig Mood for Each Inhabitant. Ez is benne van, a Good Host. Azt is ki fogjuk majd pakolni. A Good Host az itt van. Oké, azt is tudjuk 15-tel növelni, itt pedig 15%-kal tudjuk. Tehát a pontjaink itt a diplomáciánál az lesz, hogy rámegyünk erre, Diplomacy Knowledge, aztán rámegyünk a Frequent Buyer-re, aztán pedig a Good Host-ra. Valamint a Seller, erre is rá kéne menni. Ez pedig ez, igen. Itt pedig drágában tudjuk eladni a dolgokat. A Grizzly be is írta a chatbe, hogy mennyibe kerül a játék. Köszönöm szépen, Grizzly. 20 euró? Oké, akkor 20 euró. Abszolút nem drága, jelenleg úgy gondolom a játék, és amilyen tartalmakat bele fognak pakolni, nem látjuk, hogy mennyi idő alatt rakják be, ez 100%, de reménykedünk benne, hogy gyorsan fogják fejleszteni a játékot, és kaphatunk egy sokkal, sokkal jobb gémet, mint amivel most fogjuk tolni. Hát én itt mindenbe fogom ebből pakolni, tollak is mehetnek, flux stock, az is, flux seed, az is, fur, leather, rock sticks, hát stickből is lehetne bepakolni, de már 17 kilónál vagyunk, azért is csinálom ezt, hölgyeim és uraim, ennek is van súlya. Ásó sem kell most. Stone axe, wood spearből nem baj, hogyha van nálunk 2, 73%? Az hogy hozta? Ja, mert szúrtam vele egyet. Oké. Szúrtam vele egyet, valószínűleg azért kopott ennyire. Na. Igen, egy nagyon fontos információ.
menjünk a hármasra. Puszta kézzel ki lehet ütni a fa tuskókat, hogyha nincsen semmi az útba, ezt majd valószínűleg javítani fogják. Nem hiszem, hogy túlságosan realisztikus lenne, hogy itt puszta kézzel kicibáljuk a földből ezeket a fatuskókat, és simán el tudom képzelni azt, hogy mondjuk csákánnyal vagy lapáttal kiszedjük ezeket, és nyár van. Ami azt jelenti, hogy bogyókat gyűjtögethetünk, a bogyó kettő dologért nagyon-nagyon jó. Rendkívül jó természetes vízforrás, illetve minimális szénhidrátforrás, vagy tápanyagforrás. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy 3 kötőjel 5 bogyót le tudunk szedni. 5 bogyót eléggé ritkán, most már ott az 5 bogyó. Ezekről a bokrokról, és egy darab bogyót 1 darab aranyért tudunk eladni, vagy 1 darab dénárért. Ami természetesen zseniális, mert minimális munkánk van benne, és csak úgy repkednek. Amilyen számokat láttok, 5, 4, 3, ezek mind pénzt jelentenek. És a játék első szakaszában a pénz az eléggé fontos, mert hát minden pénzből kell megvásárolni, és az ember a lehető leggyorsabban akar magának egy olyan működő, úgymond társadalmat létrehozni, ami segíteni fog valamilyen szinten. Úgyhogy ezeket a bogyókat mi itt össze fogjuk szedni, és túlságosan sok mindenre nincsen szükségünk. Küldetéseket nézni fogok, mert igaz, hogy 20-szal csökkent az elítélés a mi irányunkba, de jó lenne ezt egy picikét meggyorsítani. Úgy nem lenne rossz. És megpróbáljuk majd küldetésekkel ezt majd jobban megtolni. A küldetésekért nem jár túlságosan sok pont, az az igazság. Sziasztok, hello mindenkinek! Annak kérlek, majd éjjel nézd meg az eladást a városban, amit észrevettem. Akinek nem kezdtik, annak odaadtam, de nem adott pénzt. Igen? Kijavított? Én nem láttam amúgy a botok felvásárlását, de megyünk most a városba, és megnézzük, hogy mennyit akarják, vagy mennyire nem akarják a botot megvenni. 168 darab berink van, és Shift-F, semmi, Alt-F, ott sem. Hát akkor ráfekszünk az F betűre. És az inhibe gyulladás mellett felesszük magunkat úgy, hogy körülbelül még holnap utánig is mutathatná, hogy mennyi bogyót fogyasztottunk. De nem mutatja szerencsére. Súlyban 21 kiló van nálunk, hogyha látunk még ilyen bogyóbokrot, akkor azt mindenféleképpen megkörnyékezzük. Illetve, hogy találunk valami állatot, akkor majd azt... Ah, hello! Oké, szedjük a bogyót. Pedig az őrködés az menő lenne. Lehet, hogy belerakják a játékba, nem igazán látok most benne aktuálisan potenciált, mert... Survival! Itt is vagyunk, survivalünk, megint lépett egy szintet. És kevesebb staminát fogyaszthatunk, hogyha futunk, és mivel nincsen ló még benne a játékba, én indokoltnak látom, hogy ezt kifullozzuk, aztán ezt, aztán bármelyiket. Akár azt, hogy nagyobb halhálót rakjunk le, ez is működőképes lehet. Nem igazán láttam még halakat, amiket ki lehet fogni, de biztosan vannak, mert a játék kínál ilyen lehetőséget, és úgy tudom, hogy már bent van. Tehát ezt meg fogjuk látni. Most viszont bogyó cibálók leszünk. És leszedjük ezt. Jó lenne egy olyan gomb, csak így ötlet gyanánt a készítőknek. Tudom, hogy úgy se értik, de hogyha van itt egy több, van itt több bokor, amit le tudunk szedni, akkor mondjuk egy shift E betű lenyomásával mindent leszed, és akkor nem az van, hogy 2 másodperc alatt lecibálom az összes bogyót, mármint azt az egyet, amit kapok, ezekről a bokrokról, hanem mondjuk kiszámolja, hogy hány bokor van itt a környéken, és akkor összesít egyet, és nem 2 másodpercig vagy 1 másodpercig várok, hanem várok mondjuk 6 másodpercig is. Mind a 6 bokorról le fogom szedni így a bogyót. Szerintem ennek több értelme van, mert az F betűnél is lehetne egy ilyen Shift F gomb, főleg a játék első szakaszában, amikor rengeteg ilyen pici kalóriát érő dolgot eszünk, mint például gomba vagy bogyó, ez teljes mértékben jó lenne. A játék későbbi szakaszában így is úgy is kajákat fogunk csinálni, ami minőségében fényévekre van ezektől az egyszer megeszem kajáktól, nem az egy kalóriát adó kajáktól. De látjátok, eltöltöttem itt már majdnem egy percet, és még mindig bogyót cibálok. Hát ez... Nem feltétlenül tartalomgyártásra találták ki a játékokat, azt hozzá kell tenni. Van amit igen, van amit természetesen igen, de nem feltétlenül. A Soviet Republic várható a közeljövőben? Nem. Arra tudom mondani, hogy nem. A közeljövőben lesznek dolgok, amik érdekesebbek és stabilabbak lesznek, és élvezhetőbbek, mint a Soviet Republic. Úgyhogy azt nem nagyon szeretném futtatni.
nem is igazán abba az irányba halad a játék, mint amiben én szeretném játszani, de hát nem nekem kell megfelelni. Nekem kizárólag élvezni kell a játékot. És hogyha nem élveztek egy játékot, az nem annyira jó, szerintem. Ja, a gyűjtögetés elég idegesítő egy idő után, viszont lesznek házak, amik ugye kiváltják ezt, és nem kell majd bogyókat meg gombákat gyűjtögetned, hanem a vadászház ezt megcsinálja neked. Hogy ez? 33 egész jó, akkor húzom még bele egy kicsit. Oké. És amint elkezdünk túl terhelődni, megeszünk néhány bogyaszt. Na. Nagyon vagány ez a kesztyű a kezünkön, ott is van, meg is vagyunk bogyóból. Ennyi, 384 dénár. Ennyit kapunk elméletileg. Humankind, az is egy nagyon ígéretes játék, Civilization játékosoknak abszolút ajánlott, hogy játsszák. De meglátjuk majd, hogy milyen lesz. Oké, rendben Dénes. Jó szórakozást hozzá, illetve majd utólagosan ehhez is. Az emberek rettentő lassan dolgoznak. Nem igazán tudjuk, hogy milyen munka van egy ilyen játék elkészítésével. Én minimálisan tudom. És azt tudom, hogy rengeteg. Itt van ez az ember. Bulebor. Oda megyek hozzá, beszélek vele. És bólogat. De nem biztos, hogy ő akar. Ne. Csóválja a fejét, azt mondja, tesó, nem. Te itt lopkorod a kapákat, te itt nem jöhet szóba. Hello aranyom, te egyébként is kaját árulsz. Mit szólnál, hogyha én megdobnálak valamivel? Szilva, Körte, ezeket nem láttam még a játékon belül, gondolom ezek csak vásárolhatók, almát szintén nem. Bár mondjuk őszig nem jutottunk el, de almafával sem nagyon találkoztam. Viszont találkoztam Berivel is, jó látni, tőle lehet, hogy... Biztos, hogy adtunk el neki, de jó látni, hogy szezononként frissül az 1000 dénár. És ahány kereskedő van ugye a falvakban, annyiszor 1000 dénár tudunk kiráncigálni a zsebükből. Egyáltalán nem igazságtalanul, mert most kaptunk tőle egy kis pénzt. Szimplán. Bogyógyűjtés. Több mint 300-ot. Fantasztikus. Na, először is van-e valami, ott van egy kérdőjel, azt mindenféleképpen megkörnyékezzük, kifele tart így a faluból. Az ott kell, illetve van egy másik cél, ami miatt ide jöttünk. Ami nem más, mint... Megint a lopás. Ismételten el fogunk tulajdonítani dolgot az emberektől. Bármennyire hihetetlen, balra nézünk tovább. Ott van. Hello haver. Alvin. Hello Alvin. Some other conflicts... Gyarogni a vihiz, de a... Lime Sister. Igen. Elhallgathatna a zene, amikor a küldetésnek az az effektje bejátszódik. És ott van kettő kérdőjel, de még mielőtt tudom ennek a kérdőjelhez, itt van ez a... Hát... fészer. Ez a kis kunyhó. Nincsen senki. Besompolygunk. Becsukódik az ajtó. És benézünk ide, és nincs itt semmi. Akkor majd este jövünk vissza. Elméletileg a szerszámot a parasztok oda fogják lepakolni. Most valószínűleg használják. Ott a kapa a kezébe, meg lehet, hogy a kassa is ott lesz a kezébe. De ez az a kunyhó, ahol szerszámokat találunk, és egy 500 aranyat érő kaszát el tudunk tulajdonítani, hogyha nagyon-nagyon szeretnénk. Oké, állj meg. Hogy? Senki. Jó, igen, használják. Tehát majd később jövünk vissza. Úgyhogy jövünk ide ez a fiúhoz, és elméletileg adunk neki egy botot, ugyanis piszkálja Alvinnak a húgát. És ettől szeretnénk mentesíteni a szerencsétlent. Hello, tesó! Mi a pálya? És adtunk neki egy botot, hogy ő a lovag, és meggyőztük arról, hogy legyen lovag, mert lovag szeretne lenni, mert melyik gyerek nem szeretett volna a középkorban lovag lenni. És... igen, beszélnünk kell vele. Ó, micsoda csábítás! De jó, hogy ebből az erdőben horribilis is mennyiségű van. Nem, a földeket fel akarom számolni, és más struktúrába szeretném elrendezni, úgyhogy trágyába nem gondolkozok most még. Hello haver, megvan oldva a probléma? Így van, és kaptunk tőle egy darab flatbreadet, ami 40 kalória. Egészen jó! Egészen tűrhető.
Fákja nincsen nálunk, az nem tudom, hogy miért is, de majd csinálunk, szerintem straf kell hozzá, 10 darab, meg egy bot. Oké, lássuk a menedzsmentet, hogy hogy állunk. Mínusz 81. Tehát elméletileg egy pontot kaptunk ezért a küldetésért. Elég izgalmasan hangzik. A teszt, amit akarok csinálni, hölgyeim és uraim, hogy átalusszuk így az évszakokat. Benne leszünk a játékba, aludni fogunk, alszunk, felkelünk, és ugye nem csökken a víz igényünk, illetve az élelmiszer igényünk. 3 napból áll egy évszak, tehát problémamentesen áthidalható ez a dolog. Ott van egy küldetés, azt megnézzük még. Hát, kapunk valami használható tárgyat. Csak a munkás néz szól ránk, így van. Hello, haver! Na, beszélgessünk, ezek vihetők? Nem. Not bad, I have my own house, I don't starve people start talking to me more and more. Hát nem igazán beszélnek hozzám. Mindenki tudja, hogy kapát loptam. Ez a középkor. Mindenki tudja. Nem olyan, mint most, kimész, csinálsz valamit, azt tudják, hogy ki vagy. Mindent tudnak rólad. Azt is tudják, hogy milyen poktérképed van. Mindent tudnak. This problem... Igen, választási lehetőségünk itt nem nagyon van, viszont megnézzük, hogy milyen küldetést kaptunk. Szerencsére nem túl bonyolultak. Alvin, sorry. Wait for the next summer. Igen, ez a küldetés. Nagyszerű. Talk to Sambor. Sambor. És 50 dinasztia reputation-t kapunk, hogyha megcsináljuk a küldetést. De nem fogjuk megcsinálni a küldetést. Itt még elidőzhetnénk azon, hogy bogyókat cibálunk ki a földből. Nem teszem meg, kipróbálom azt, mi történik akkor, hogyha megpróbálom átaludni így a nappalt, átaludni az estét. Azért, hogy csökkene egyáltalán az a negativitás, ami felénk irányul, mert hogyha csinálok még egy küldetést, akkor kapok 50 befolyáspontot az én családomra, ami már elegendő ahhoz, hogy szintet lépjen a falban. És 50 kell ahhoz, hogy az emberek elkezdjenek csatlakozni hozzám. És szükségem van emberekre, hogy elvégezzék a munkát, én meg dirigáljak nekik, pénzt szerezzek abból a munkából, amit csinálnak, és meggazdagodjunk is, és mi legyünk a domináns. Hát város. Azért is jöttem ide középre, mert hát középen kell lenni. Ezzel a küldetéssel kapcsolatban azzal kell számolni, hölgyeim és uraim, hogy 2 darab farkas van, ami vár minket, hogy oda menjünk. A legelső alkalommal, amikor benéztem oda, álmodom, megnézem, hogy mi van itt. Oda megyek, ó, kereskedő, ó, nyíl van nálam, meg így. Zseniális, meg 2 farkas. És a farkasokat leráztam, azt hiszem, hogy itt. Jó kis futás volt, tetszett. Hello, sziasztok, köszöntök mindenkit. Sziasztok, köszöntelek titeket. Én is örülök neki, hogy streamre értetek haza. Most szerencsés helyzetben vagyok, mert tudok nektek úgymond streamelni, nem csak videókat készíteni. Nem mindig van ilyen, van amikor hetekig nincs úgymond stream. De sajnos az benne van a pakliban, ezzel együtt kell élni. Ez egy ilyen bicikli, és még mondhatnék rengeteg hasonlatot, ami az Evan kategóriába tartozik. Na, beborulunk itt a házba, és azt mondom, hogy... hogy végig kell játszanunk. Jó. Elmondom, hogy mi a helyzet. Most aktuálisan mínusz 81-ben vagyunk. Végig kell játszanunk. Nem tudom mit csinálni. Ha teljesítjük a fő küldetést, amit miért ne teljesíthetnénk, akkor kapunk reputációt. És lehet, hogy lesz megint küldetés, amiért kapunk reputációt. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, muszáj lesz végig csapnunk. Nem tudjuk végig aludni így a nappalokat. Igen. Valami göncöt tudunk magunknak csinálni? Valami melegebbet? Megnézzük, hogy mit sikerült technológiába kifejlesztenünk. Swing. Azt mondja, mi az, ami kell? Fur shoes. Fur couplet. 300-ért megvetjük. Ezért volt nekem olyan kevés pénzem. Akkor bogyócibálás. Pénz kell. Pénz kell, hogy kiváltsuk ezeket a dolgokat. Ami meg elég idegesítő. De nem erre fogok fókuszálni, hanem a küldetésre. Úgyhogy elmegyek abba az irányba. Keresztül vágok az erdőn, mert why not? Nem is abba az irányba, abba az irányba. Így van, Sambort megkeressük, beszélünk vele. És hogyha az megvan, akkor nekünk nagyon-nagyon jó lesz.
kivágom ezt a fát, ez dobni fog kettő darab logot. Így van. Gajakat le. Nagyszerű. Felvesszük. És... csinálunk stickből kettő darabot. És ezzel fogjuk homlokon küldeni a farkasokat a biztonság kedvéért. Valamint... bogyókat eszünk majd. Bogyókat. Ez már 5 kalória. Szeljel közel 10. Nagyon-nagyon primitív és egyszerű küldetések vannak. Szerencsére nem olyan hosszú, mint a World of Warcraftnak a legújabb küldetései. Én ennek határozottan örülök. Igen, ezzel a hanggal meg kell mindenkinek barátkoznia. Ezzel muszáj. Az élettöltés valami hihetetlenül primitív és egyszerű. Tollak. Ja, ezek pottyantak le itt a fáról. Helyes, azok jöjjenek, mert brutális mennyiségük kell. Főleg, hogyha én szeretnék lövöldözni, ilyen kőfejű nyilakkal. Northeast, ebbe az irányba rohanunk tovább. Igen, most kicsit megszívtuk így a kapálásból eredőnek, vagy a kapalopásból eredő negatívumot, de legalább ezt is látjátok, és tanulhattuk a hibámból. Nagyon egyszerű, ne lopj! Ennyire egyszerű a történet. És megnézem, hogy van-e berakva. Van, oké. Okay. Ja, 4-es. Charge! Nagyon bírom ezt a bot előretartást, ez zseniális. Elméletileg kevesebbet sebez a tárgy, hogyha már kopott. Nem tudom, hogy ez mennyire valósul meg. Az idő múlásával változik a reputáció, mármint 20-at vesztettem, így tavaszról nyárra, és hát mondjuk a nyarat még eltölthetjük ilyennel, meg ilyen vadászással, meg ilyesmikkel, esetleg Sambornál a bogyócibálással. Hello, haver! Menjünk Samborhoz, megnézzük, hogy mi újság van, kinyírjuk a kettő darab farkast, teljes mértékben jó lesz. És azt hiszem, hogy ők pontosan az úton vannak. A farkasok mindig vonyítanak egyet, majd utána elkezdenek rácsárgyolni, szólnak, hogy itt vagyunk! Muszáj, hát ezek ingyen vannak. Úgyis lesz a parasztonnak munkájuk, nem hiszem, hogy kézzel fogják letépni így a gabonát, de most 500 aranyba kerül egy darab rohadt kasza. És nem tudom megcsinálni, csak amikor már megvan a kovács, ahhoz meg vas kell. És próbálom a játékot a legrövidebb végéről megfogni. Aha. Az ott Sambor volt. És a farkasokat még nem látjuk, de a farkas az jó. A farkas, azt szeretjük. Hallgatózok közben. Sambor, nem bajra állok a vizedre? Jó van, azt hittem a tetején megállok, mert... Jó, nincsenek itt, akkor valószínűleg csak alkonynál jönnek elő. Hello, Sambor! Rasimir! Nem hallottam még rólam? Akkor te nem ítélsz el. Great man is a shame, last him. Only how the news was. Igen. Legalább a fele annyira jó vagyok, mint ő, úgyhogy nem kell parázni. Ja, a farkasok, igen. Jó van, farkasokat kell lőni. Biztonság kedvéért megnézzük. Arvin story. Nem. Neighbors... Uniegoszt. Uniegoszt a csávó... Gosztoviába. Ez annyira kiábrándító. Elküld ide Samborhoz. És Sambornál itt van a longbow, itt van a bow. Van egy kis water skin. Szárított hús. Prém, illetve bőr. Meg stone arrow. Csak hát ez magába 500-ba kerül. Ez meg 376-ba. De nem olcsó, de drága legalább. De legalább drága. Úgyhogy, hát, hölgyeim és uraim, ez most így a középkori postás szimulátor. Elküldtek ide, hogy beszéljek ezzel a csávóval, majd a csávó visszaküld.
hogy beszéljek azzal a csávóval, aki elküldött beszélni a csávóhoz. Easy! És retkesek vagyunk. Hogyha látunk bölényeket, azt mindenféleképpen megöljük, mert a legnagyobb kincs, ami létezik az egész játékban. Brutális. És mennyire jól látjátok, hogy kiraktuk azt, hogy 10%-kal tovább rohanjunk? Nagyon boldog vagyok. Naon. Egy kis történetet láthatunk, hölgyeim és uraim, a falusi kresznek a nem helyes műveléséről. Hello? Kettő waterskin! Ez eddig mocskosul üres volt! Ez eddig mocskosul üres! Fejlesztők, köszönöm szépen, hogy fejlesztétek a játékot, és hogy biztosítotok számomra olyan dolgot, aminek hasznát is veszem. Nagy pacsa a fejlesztőknek. Tudok én még szekeret itt ezen a világon. Tisztában vagyok én még, hogy hol vannak szekerek. És megyünk meg is nézzük. Gondolkodás nélkül. Mert azt nem kell. Szekérfosztás következik. Szekérfosztás szimulátor. Igen. Kevin Costnernek is bejött ez a farkasokkal táncolás. Bölénytelenek vagyunk. Azt hiszem, hogy ott a szekér. Ott a szekér. Ott, ahol a fehér pont pontosan kitakarja. És mennyire jó, hogy itt van az... Ja, nincs ebben a víz. 4/0. Jó. Akkor belemegyünk a vízbe. Amúgy is meg kell fürödnünk. Hopp. Azaz. És a water skin-t beosztjuk a hármasba. Hármas. Hosszan E. Nem lenne rossz, hogy jönnének ki buborékok. Hármas. Hármas. Hosszan E. De hát... Ne legyünk olyan nagy igényűek. Oké. Négyes. Mertünk! Na! Itt van még egy szeker. Ami tökéletesen üres. Hello, Scud! Igen, eléggé nagy a térkép. Gyakorlatilag... bejárható, mert én körbejártam az összes falunál összeérni, hogy az emberek mikkel kereskednek. Szerettem volna látni azt, hogyha valamilyen tárgy konkrétan kell, mert szeretnék specializálódni rá, akkor az hol van? És valószínűleg fogok majd egy ilyen listát készíteni arról, hogy milyen mezőgazdasági elem lopható el tőlünk, milyen tárgyak vannak, amik elvehetők, mert azt tapasztalom, hogy jelenleg mindenhol ugyanaz van. Tehát én itt már loptam problémamentesen egy vaskést, ami segített nekem az állatoknak a nyúzásában, nem is kicsit. Hello, Gábor. Na, hol vagy? A falu végén. A falu végi mulatóba. Igen, mert az egy tavern. Egy taverna. És arra is kíváncsi vagyok, hogy esetleg ebből a faluból az emberek átjönnek-e hozzám. Ott a csávó. Ráállok a tűzre, mert tűztáncos vagyok. But you know the game around here and the minister bought the costume and the Nazi build all face the wolf attack soon. Wow! Mekkora izgalmak! Hamarosan a farkasok támadnak, mert kiolvasta a retinájukból. Igen. Wow! Kaptunk sapkát, meg kaptunk cipőt. Tam tam tararam. Azt mondja... Dagobert-tel kell beszélnem. Dagobert-tel? Hol vagy, Dagobert? Itt vagy? Nincs itt. Hol van Dagobert bácsi? Itt sincs. Hol van Dagobert? Honnan a könyökömből kellene tudnom, hogy hova kell mennem? Ott van. Ott a Dagobert. Rolnikába.
Végül is csak ennyit kell, ekkora távot kell megtennem. Nem sok. Egyáltalán. Hát jó, van, megyek, akkor beszélek Dagobertál. Nagyszerű volt találkoznunk, köszönöm az élményt. Viszont van most már egy sapkánk, meg van most már cipőnk. Ami nagyon jól véd. A hideg ellen. Ez mennyire véd? Ez 10-et véd. De a meleg ellen igen. Ez... -10 heat protection. Ez a meleg ellen is véd. Oké. Okay. Majd figyelnünk kell erre mindenféleképpen. Hát ebben a kocsmában nem igazán tudnak minden. Nézd, milyen boldog ez a paraszt. Nézd. Nézd. Látod? Bámul maga elé üveges tekintettel, nagyok a csóhajt. És nézi közben azt az üres helyet, ami ott van. Jó, lehet, hogy vannak problémái. Most honnan tudjuk. Mekkora mulatság van itt is. Leültek az asszonyok. Én tudom, mit fognak csinálni. Ú, ez nagyon durva szigetelés, ami itt van. Nagyon durva. Elmentünk kirándulni, és volt egy ilyen tradicionális technikákkal épített épület. És ott volt az, hogy azt hiszem, hogy szalmát fogtak össze, és a gerendák közé, úgy rakták össze a két gerendát, hogy szalmát közé raktak, és ami ugye kilógott, azt levágták, és ezzel próbálták meg kiszigetelni a két gerendák közötti részt. Arra mondjuk kíváncsi vagyok, hogyha én csinálok egy fogadót. Az emberek a környező falvakból átjönnek hozzám, akinél nincsen fogadó, és lehet, hogy leülnek majd ott, hogy amúgy munkát keresek. Nincs valami kapálni való? Hogy nem hiányzik mondjuk egy ember, aki remekül hányja a ganajt? Vagy egy pálinka főző? Vagy egy gyümölcsösbe egy ember, egy almaszedő? Nem lehet tudni. Van felsőm, itt van rajtam. Itt van. Shirt. Rasimir shirt. Ez még egyszer rengeteget fog érni. Nem tudom, hogy ebbe a játékba, lehet, hogy valamivel, mert most annyira sokat nem ér. Jó, a tolvajnak a ruhája van rajtad, jó csíra vagy. Journal, chapter. Igen, ezt a küldetést meg kell csinálni. Ha találunk ott küldetést, akkor megcsináljuk. Toljuk, hölgyeim és uraim. Egyszerűbb lett volna nem kapát lopni, mert most így fel kell tolnunk a reputációnkat rendesen. Tehát van ára annak, hogyha egy kapát ellopsz így a parasztoktól. Úgyhogy most futószimulátort fogunk játszani egy jó darabig. Szusszanunk egyet. Ha nézzük a tájat, hát ha látunk valami hatalmas több barnát. Ha az ganaj, akkor is felszedjük. Ha meg valami bölény, azt meg fejbe dobáljuk. Kihegyezett padarabbal. Mert mindenki tudja, hogy az árt a bölénynek. Az nem használ. Hát ilyen vízben futás van, a legjobb tapasztalataim szerint nem elég mély a víz. Amúgy amint lehet aludni, biztos, hogy aludni fogok. 16 óra 53. Na remélem még elcsípem azt a csávót. Szólnom kell neki, hogy baj van. Bár annyira nem tűnik logikusnak. Annyira nem tűnik logikusnak. Ott van a sárga... People... Quest... Igen, nem látok egyéb küldetést. Danica, ott egy kérdőjel. Rolnika... Na, állj! Oké. Journal. For us to maintain goals, this is something I can pass against, I found. Talk to some ladies, but hurt. Nope. Ez kell. Igen. Stas for Unigust. Many of those wolves seem serious. Stas continues. His hand and nose takes care of his people. I will now take his information. Danica. Dagoberto Danica. Jó. Most már tudjuk. Danica. Még jó, hogy nem mentünk egy nyugatra. De ott van egy küldetés, azt megcsinálhatjuk, jár érte a reputáció, meg hát a valami hasznos tárgy. Tehát akkor menjünk Danicába, hölgyeim és uraim, ez egy jó kis favágó falu. És azt hiszem ott is adnak el bogyóért dolgokat, ami azért eléggé kedves lesz számomra. Eléggé szimpatikus a koncepciójuk.
Remélem odaérek még így napközben. Ha meg nem, akkor meg szusszanunk egyet, alszunk reggel, fel kell mindenki. Ezt meg csapjuk neki. Bár ott is körülnézhetünk, hogy van-e valami adomány így a kis házaknak a ládáiba. Akár azt is. Nem, az evésivás nem kihívás. Nem, az elején lett. Ott egy vadmalac. Kettő. Hello, haver! Mi lenne, hogyha szemet hunynál így a dárdára? Hú, de tokán csaptam szerencsét! Ott a másik. Ott a párja. Oké. Okay. Állj meg, haver! Ott van még egy! Ez a malacerdő. Gyönyörű. Jó. Most megpucoljuk ezt a malacot. A falusiak örülni fognak nekem. Elterik néhány év, itt olyan gazdaság lesz. Akkora ipart fogok csinálni, hogy így az arcuk elválik a csonttól. Majd meglátjátok. Úgy fel fogom ezt a völgyet virágoztatni. Az összes dísznövénytermesztő hozzám fog jönni óráért. Hopp! Szaszoca! Látás meg hallás sérült, malac. Hallottam történeteket, hogy egész jó a látásom meg a szaglásuk. Hát nem. Valószínűleg hátszélbe mentem, és ilyen óriási nagy zajba, hogy nem hallották meg. Vagy csak olyan lépteim van, amit én ninjának. Három vadmalac! Ez zseniális. Ez nagyon szimpatikus volt. Na de közben megérkeztünk ide, ahova elküldtek. Hello, haver! Ajajaj! Ül! Bokán lőttem szerencsétlen malacot. Igen, jobbak lesznek a workshopok alapvetően, de kell hozzá a gazdaság. Tehát láttam, hogy mikor kezd el működni valami. Kell neki idő. Az az igazság. Na, hol vagy, fiam? Dagobert bácsi, ott. Mennyi az idő? 18:33, remélem még nem alszanak. Nem, nem. Állnak és nézik a falat. Can be too bad after all. Nem lehetek túl rossz, hogyha Jordánnak vagy. Így van, ezt mondogasd a többieknek, tudod? És hogyha hallasz ilyen hülye történeteket, hogy így lopok valamit, azt ne hidd el, az hazugság. Igen, but not impossible, some say, seen large pack of coming closer and closer. You can be sure about that. You have your wife and your daughter here. Aren't you afraid you could get tagged? Ah, nézzük az egyest. Alright, I will take it more seriously. Okay. Out of locks. You can get me 40 of... I will build palisade myself. Aha. Jó. Tehát 40 darab fa kell. That's a lot of work, and my wife will include you with the best our kitchen. Jó, oké, okay. Megbeszéltük. Egyetlen egy dolgom van, gyerekek. Egyetlen egy dolgom. Szedjek össze 40 darab fát. Jaj, borzalmas lesz. Kő is kell, el fog kopni 2 milliárdszor, szerencsétlen baltám. Viszont lesznek tollak. Ami szerencsés. Te egyetlen egy toll volt?
Igen. Egy log. Még egy log. Még egy log. Ez hármat dobott. Érdekes. Ha már a vacsoráról is szó esett, örülnék neki akkor, hogyha a feleséget főzze nekem valami finomat. Oda bízom. Amit csak szeretne. Amit csak akar. X-el dobjuk ki. Ez itt három darab. Jó? Jó, Dagobert? Ez itt három darab. Csak hogy tudd. Nem egy. Ne, ez három. És megy. Életre kelt. Önálló akarata van. Ez nem növény, ez helyváltoztatásra képes. Nézd meg. Fürdeni akar. Rakjam vízbe. Vízbe rakom. Lehet, hogy amúgy ide kell kipakolni, nem? Valahol biztos, hogy ki kell pakolni. Igen. Neki kell odaadni? Ez itt csak rablási opció van. Valahol oda kell adnom. Na, beszéljünk arról, hogy mikor lesz ez a főzős téma. Mert engem határozottan érdekel. Úristen, mennyi mindenem van. Flatbread, szerintem ezt is megesszük. Oké. Okay. Van 16 hús, ezt meg fogom sütni. Az nem kell, ez meg X és F. Úgy. Hadd hújjanak a fák. De szépen kidobtam. Na, srácok, lányok, eléggé nagy munka vár ránk, úgyhogy valahonnan elkezdjük. Vagy alszunk egyet és nappal csináljuk, addig is telni fog az idő. Szerintem ez lesz a legokosabb dolog. Mert egy az, hogy semmit nem látok. Oké. Okay. Nincsen torcsom. Hol a legközelebbi folyó? Itt. Vagy ott? Akkor abba az irányba, a tó fele futunk. Arra. Jó. Hát akkor egy kis éjszakai, fáklyátlan éjszakai túrára vezetek be mindenkit. Teljes mértékben biztonságos, egyetlen egy fának sem fogunk neki menni. Remélem mindenki nagyon élvezi és tudja tartani a lépést. Fantasztikus lesz. Higgyetek nekem. Higgyetek nekem, első osztályú lesz a program. Hoppá, egy róka! Annyira az minket nem érdekel. Jobban érdekel a tó. De remélem, hogy a tó körül lesz majd valami. Varesznek láncsát raktam, de az csak átcsorog. Lehet, hogy kell neki a nyíl meg az i. Na, ez kell nekem. Kettő. Hogy. Pontosan ennyi kellett, illetve a torcs. Azt mondja, hogy torcs, F. Ez az. Ez már itt sokkal, de sokkal jobb. Na, mehetünk vissza, remélem jó irányba futok. Jó lenne, hogyha kiegészülne még különböző gyógynövényekkel a játék, tehát nem csak ez a kettő gyógynövény lenne, ami csökkenti a mérgezést, meg ami gyógyít, hanem lehetnének benne különböző bajok, meg betegségek. Ugyanúgy, mint minden normális középkorban. Lehetnének ilyen brutál betegségek. Én simán adnám. Én simán el tudnám viselni. Lassítaná a tempót, gyógyteákat kellene készíteni. Ez teljesen benne vannak a dologban. Pihenned kellene, mert nem tudsz menni. Hány ingered van, hánysz csökken az éj... vagy igen. Vagyok. Ez ugye nem a falué. Ez vadon nő, ezt el lehet cibálni. Én úgy gondolom, hogy ezt megtehetem. Aki nem ért velem egyet, az aludjon tovább. Ja, igen, a vadász csak így a... Az a baj, fából nem fér valami túlságosan sok hozzám. Ez az egyetlen egy problémám. Hármas. Iszunk egyet.
Őj, de meghúzta! Hát túl sok vizet nem itt, ígyunk még egyszer. ...25% talán? Ja, lehet, hogy 25%. Na, akkor fenyő. Lássuk a fenyőt, mennyi fát ad. Nem hiszem, hogy ez adja a legtöbbet. Ott a toll! Hol a toll? Ott a toll. Nem tudom, hogy repült el a... Ja, mondjuk toll. Ez könnyen elrepül a francba. Szerintem 2 fát ad a fenyő. 6 stick, azt meg ki kell dobálnom. 3-at. 1, 2, 3. Hát ez tűrhető. Inkább mint a 2 fát adok. Inkább. Ez 33 kg cucc van nálam. Eszünk egy kicsit. Tollak, azok maradhatnak, log, X, E, F, és újabb 3. Látjátok? Már van itt, azt mondja, hogy 3, 5, 6, 9. 9, lassan a 25%-át teljesítjük is a küldetést, mindjárt kész vagyunk. Mindjárt kész. És az estét ilyen hasznos dolgokkal tudjuk eltölteni, mint favágás. Amúgy lehet, hogy azért kell fát vágni, azért kell ezt a 40 fát kivágni, hogy érezzél a játék mennyire fantasztikus. Meg hogy legyen elég tollad. Érted? Legyen elég tollad. Játék felkészít rá. A gajakat biztos, hogy el fogom adni. Ebben 100%-ig vagyok biztos. Hopp! Egy kő. Még egy kő. Mennyi kő van nálam? Rock, ebből kidobunk egyet. 2 kő kell. Botokat eladjuk, amiket leszerünk így a fáról. Teljes mértékben elég lesz. Ide esett le a toll. Az igen. Nincs egyéb toll. Gajazunk. Alien King, én azt vettem észre, hogy napi frissítések vannak, javítják a játékot. Azt nem tudom, hogy mikor kapjuk meg az első ilyen nagyobb frissítést, ami tartalmilag ilyen kirobbanó lesz. Azt egyáltalán nem tudom. Viszont már 0.1.07-nél járunk. Ami azért nem rossz. Akárhogy vesszük figyelembe. Mert tehetnék azt, hogy kiadják, és akkor hagyják, hogy az emberek játsszák, vagy nem játsszák. De muszáj fejleszteni, szerintem, célszerű legalábbis. Log, X, E, F. Nagyon jó. Van még fenyő. Kőbalta. Én nap alatt megeszem reggelire is porosodni fog. Szerintem nem. Szerintem egyáltalán nem. Szerintem óriási tartalom van benne. És biztos elég nehéz kipörgetni a játékot teljes terjedelméből. Mert időigényes a játék. Határozottan időigényes. Oké, még egy fát kivágunk. És most nem fogom fákját használni, és elnézést kérek mindenkitől, aki esetleg így hunyorok, hogy mi a francokat lát. Most egy fát vágok. Ott annak a logok. Még több stick. Még több stick. Úgyis van. Ja. Balagunk vissza. Mennyi az idő? Még nincs évfél sem. Szerintem gyújtok tüzet, alszunk egyet, rengeteg botom van. Aztán, ó Istenem. Aztán majd reggel. Reggel folytatjuk. A faluban nem lehet a tűz mellett aludni, és nem is mindig van tűz.
elég inger szegény a világ, meg a korai szakaszban mit csináljál? Nem mondhatják azt, hogy csináljál egy gyapjú kabátot, mert nem tudsz. Fát vágni tudsz, bogyókat gyűjteni tudsz, kőkést tudsz készíteni, tehát ezek megvannak. Ezek működnek. És mivel olyan sok tartalmi háttér sincs még a játékban, ajánl ilyet már, ott is van. Ott is van. Gyújtsuk be. És hát szerintem ezeket megcsináljuk. 16 hús, ez növeli a craftingunkat. Ami zseniális. Jó estét, nem tudom, hogy hány részt lesz a játékból, ezt nehéz megmondani így egy ilyen játéknál. A készítők folyamatosan fejlesztik, hogyha a játék jelenlegi stádiumát esetleg kifullozzuk, és látjuk már, hogy mi mindent lehet csinálni, akkor egy-egy frissítésnél elő lehet venni, amennyiben kompatibilis az előző verzió ugye az új verzióhoz. De elő lehet venni a játékot és megnézni, hogy akkor mit raktak bele a játék készítői. Mert rengeteg minden van, amit ugye bele lehet. És ez a fajta játék eszméletlen jól moddolható, főleg hogyha a szerkezete nem bonyolult. És ez nem tűnik egyenlőre egy bonyolult játéknak. Sok mindennek tűnik, de bonyolult egyáltalán. Hát akkor aludjunk egyet, sleepy day. És fantasztikus álmunk volt. Lehet, hogy ezt is össze lehet majd szedni ilyen hamuként, de újra be lehet gyújtani, ezt mondjuk annyira nem tetszik. Na, hol a Dagobert? Ott a Dagobert. Ott jön. Ő árul nekünk beetroot, animal feed, manure. Mennyire akarod a botot bevenni, haver? Egyér. Hát eladunk neked majd 48-at. És eladjuk neki a fát. 6-ot. Gyere ide, Dagobert. Hogy ezt a 6 fát... You won't have to wait long, I promise. Jaj, csak oda kell neki vinni. Oké. Értettem. Megértettem. Jövök. Csak hát van egy olyan negatív tulajdonságom, ember, hogy nem bírok el 60 darab fát. Sőt, 40-et sem. Nem kell sokáig várjál? Ne izguld össze magad. Itt van még 6. 9. Hogy állunk? 21 fánál járunk. Ja. Elő a fejszét. Ugróiskolából most így meg is buktam. Ezeket kellene csapkodni, de úgy látom ebből eléggé kevés van. Toll? Ott a toll. Köszönöm. Köszönöm. Egy, kettő, három. Ez csak 3 fát ad. Nem mindegy. Az igen. Olyan gellert kapott ez a tolcsomó, hogy elrepült egy ilyen fél méterre. Az most nem kell. Ott is van még toll. Oké. Egyszer, kétszer, háromszor egy újabb 6-os. Azt hiszem, hogy 6-os. Ah, itt van. Azt mondja log, 21-nél voltunk, 27. Lehet építkezni is benne, igen.
Lehet, hogy lesz ilyen a játékban. Én is simán el tudom képzelni azt, hogy valami királyságot alapítani, vagy mondjuk valami vezetői pozícióba raknának téged. Mert úgy gondolják, hogy amit a faluval csináltál, azt kell csinálni az egész völgyel is. Az is lehet, hogy a végére csinálsz egy központi helyet, és azt mondják, hogy na, akkor mi most elkezdünk téged szolgálni, mert ön döntéseid vannak, hogy csak de. Hogy azok nagyon példaértékűek. És simán el tudok egy ilyen irányvonalat. Simán. Na. Megnézem majd Flo, hogy mi lesz a következő pályóniban. De biztos nem ez a lávás. Ez most így elég volt. Főleg ezzel a kezdési stratégiával, amit én csináltam. Én meg főleg elég volt. Okay. Kétszer. Már koszosak is vagyunk. Azt nézd meg! Három fa! Nem vagyunk mi olyan messze a végétől. Nem vagyunk mi olyan messze. Nem vagyunk mi. Mindjárt elküldöm a nőt alól, de ez zseniális. Nem mint hogyha ilyet nem láttunk volna már AAA játékoknál. Fallout. Navoja? Jó a hajad. Nem. Nem tapasztaltál mostanában valami furát, ami úgy nem hétköznapi? Nem szokott fájni a fejed? Vagy így nem cseszi tönkre valaki a hajad? Ha? Na bolya. Hát akkor ne! Na! Papagáj lett! Hello! Arrébb tudsz venni? Nem! Adjál! Hogy rám nézed? Ki tudja, hogy ez talán valami mutatvány? Bazarkány! Jó van, a játék akar amúgy komolynak látszol, ez ne tévesszem meg senkit. 33-nál jártunk. Azt mondja, pattanó az jöhet. 35. 37. 39. És 40. Na. A csávó csinálni fog egy falat, hogy megvédje az embereit, megvédje a faluját. Mert nagyon segítettünk neki, tehát ezért jó lenne, hogyha kapnék mondjuk 4000 reputációt. Nincs egy igényem, testvérek, de... valamiből nekem is meg kell élni. Ű, mekkorát repült az alog. Volt? Ja nem, még egy kellett. Azt hiszem, hogy még egy kellett. Tol. Ott is van még. Azaz. Na még egyszer. Nagyon jó. Meg itt van ez a fa. Ezt hagyom utoljára. Ez lesz a Last of fa. Last of fa. Ez lesz ez. Nincsen kidolgozva az ottani textúra szerintem. De ezek jól el vannak. Egyébként Navoját még amúgy be is tudnám szervezni.
Ó, hatos crafter. Ennek gondolkodás nélkül. Ott van Dagobert. Ó, de jó, most már vannak ikonok, hogy... hogy ki az, aki... kecskék, meg birkák. Ki az, akinek küldetés van, meg ki az, aki kereskedelemmel foglalkozik. Cserél velem. Na ez mit? Szerintem ez a retek. Jó, azt ott felismerem, az káposzta. Hello Dagobert! Jó, hozok még. Oké. Okay. Csak beugrok az állataidok közé. Nem tudod, hogy valaki ide? Ezt úgy szednék egy kis... Hát biztos van, aki ezt félreérti. Igen. Biztos, hogy van. Szétcsapjuk gyorsan. Ezt a part. Egyszer, kétszer. Hogy jött a többi. Amik itt vannak, egy hatos még felkapunk. Öff! Az igen. Nem éri meg. Azt mondja, hogy X. Kettő darabot kilökünk. A hatossával visszük. Így van. Oké, Alien King. Hát nagy túlélés nem lesz, az az igazság, mert annyira nem érzem potenciáját. Így oké, éhes a karakter, meg szomjas, de a játék mindent megteremt annak érdekében, hogy az így működőképes legyen. Nem olyan az éjségben, mint mondjuk egy Life is Feudal Forest Village-ben. Ott egy kicsit brutálisabban hat. Ott egy kicsit brutálisabb. Állj meg, Dagobert! Figyelj már, arrébb tudnál jönni egy kicsit? Erre. Amúgy. Can you move a little bit? Kizökkentettem a munkából. Nem ide, arra. Hát akkor nem. Akkor nem menj arrébb. Jó? Akkor nem menj arrébb. Akkor hozom én. Ne fáradj. Ne gyere ide. Pedig meg akartam mutatni, milyen ügyes vagyok. 6-6. 2. Valaki focizott a fáimmal. Hármas. Menet közben tudunk inni? Hogy ne tudnak. Nagyon vagány kesztyű, amit csináltunk. Nagyon vagány. Hello, Imi. Oké, okay, ez a water skin, ez el is fogyott, és kopott is. És az elkövetkezendő 3 perc arról fog állni, hogy Dagobertek ellenbe viszünk fát. Arra mondjuk kíváncsi vagyok, hogy Dagobert hogy a francba tud elmozdulni A-ból B-be, mert már van nála. Már van Dagobertnél. 29 darab fa. Csak úgy szólok. 29. És még van itt 12. Na, menjünk. Mi a véleményem a No Man's Sky-ról? Az a véleményem annól, hogy nagyon kellett a pénz. És rengeteg probléma volt vele. Lehet, hogy azóta megcsinálták, lehet azóta egy élvezhető játék, lehet azóta úgymond van gazdája. De én nem játszottam vele. Pontosan ugyanazért, amiért az Astroneer-rel sem játszok olyan túlságosan sokat. Nem tudom, hogy milyen játék lett. Amikor kijött, akkor láttam a hype-ot, láttam, hogy rengetegen meglovagolják a No Man's Sky-nak a hype-ját, de én személy szerint nem játszottam a játékkal. Lehet, hogy azóta jobb lett.
Ja, amúgy nem tudom, a csávó most gyakorlatilag 36 darab fával kapál. Tudjátok, van az az edzés, amikor így a bokára meg csuklóra ilyen súlyokat raknak, és akkor úgy csinálják a kardiót. Dagobert úgy kapál, hogy a fél erdő ott van a hátán. Így van. Igen, lesz benne kézikocsi, meg lesz benne ló is, de jelenleg nincsen. Bár nagyon-nagyon látom a helyét. I smell something in the air. I hope is what I'm thinking. My stomach is empty. My hands are hurting. Nagyon jó. Kövessem Dagobertet. Ugye? Mert a... Matilda. 35/40. 35-öt hoztam ide? Nem, 41, csak az utolsót már nem. Ez oké, Matilda. Hol vagy, Matilda? Ott a Matilda. Na, egy átdolgozott kemény nap után itt az idő, hogy hozzám vágjál valamit. Hát ez zseniális. Ez valami fantasztikus. Leszedtem! Ne haragudj, de nagyon szép mutatvány volt. Hello, Matilda! Ne haragudj, hogy megszakítalak a szövésbe. Kaptam valamit? Mi a bit grevi? Potazs! Az igen. Akkor meg is esszük. Na, kaptam egy levest. Ez az. Amúgy ő elad nekem sapkát. Ez véd a meleg meg a hideg ellen. Zsákot. Egy kalapot. Ez is véd a meleg ellen. Wool fabrik. Ez mind van nála. Mennyire veszed a botot, aranyom? Stick 1-ért. És a logot is 1-ért. Olyan üzleti érzéke van ennek a nőnek, hogy az valami hihetetlen. A levesét visszaadhatnám. Nem adom vissza, majd megeszem. Talán a roasted meat. Hát 2-ért. Adjunk el neki 66-ot. Meg adjunk el neki... Mondjuk, hogy 10-et. Oké. Köszönöm szépen. Mehetünk tovább. Mi a következő küldetése a küldetésünknek? Mehetünk vissza. Uniagosztal kell beszélnünk, hölgyeim és uraim. Úgyhogy ennyi volt ez a történet. Remélem mindenki remekül szórakozott itt. Denikába a favágásnál. Szerintem a hegylábánál fogunk visszamenni, és keletet válasszuk. Hát, ha találunk... Valami vadat. Lesz benne szekér, biztos vagyok benne, meg terveznek lovakat is. Vagy talán összvéreket. Szamarat. Tehát erre látok a játékban potenciált. Mert egyébként, csak érdekességként, megjegyzem, hölgyeim és uraim. Nem kötekedésképpen meg bármi. Unlocked ability to ride horses. Tehát itt, mechanics not yet available. Nem egyszerű a lovakat bepakolni egy játékban, lásd Witcher 3, ott azért vannak problémák. És Witcher 3-ról van szó. Tehát a lovak nem könnyű dolgok. De lehet majd lovagolni. Megcsinálták rengeteg játékba, ebbe is megfogják, úgyhogy nincsen belőle para. Ó, de szép az a vízesés. Muzsikusok a szekéren? Ja, amúgy én is adnám azt a koncepciót. Az úgy még nekem is tetszik. Hol a rokka? Ott a rokka. Akkor még mindig van ott rokka. Ott is egy rokka. Közel szompolygunk hozzá. Megállunk. Megvagy.
Minden egyes megölt állattal nő a vadászatunk, és egy bizonyos idő után tudom a nyomokat olvasni. Nem tudom, hogy a megsebzett állatnak a nyomát tudjuk olvasni, vagy az épp állatoknak a nyomát tudjuk olvasni. Ez úgy nem igazán van lekommunikálva, de tudjuk majd olvasni. És ez a legfontosabb. Szerünk egy kis bogyót, mert így a harvestingünk is nő, tehát mindenünk. Én egy küldetést találtam a flörtöléssel kapcsolatban. Egy nő 100 dénárt kér tőlem. Hopp! Észrevett! De az nem. Ami ott elszaladt, az észrevett, de ő nem. Szép. Tönkre is ment. Craftolunk még egyet. Van még előttünk egy szarvas. Sikerült! Kivágtam majdnem az egész erdőt. Ez meg fölé ment. Itt lesz majd ez a spear. Nyugi, csak kilométer hiánya volt. Jó, nem fogok rátok vadászni, abszolút jó húsok vagytok. Na végre! Helyes! Legalább egyet eltaláltam. Hogy lesz belőlem így világhírű vadász? Lassan! Wooden Spear. Amúgy is egy darab Wooden Spear-en van, tehát... Spear gyűjtés indul. Toll. Hol a tollam? Nincsen toll. Crafting, wooden spear, R, EF. És ment a craft. Amúgy mindig eldöntöm, hogy amikor craftolok, akkor nem lefele fogok nézni, hanem fölfele. De valahogy nem sikerül. Hello, Home Wolf. Négyes, ott a Wooden Spear. Van még Wooden Spear az inventory-ban, 100%-osok. Úgyhogy szaladunk tovább a város irány, a falu irányába. És teljesítjük ezt a küldetést. Ez volt eddig a leghosszabb küldetés. Azt a kutyafáját! Coca! Mi van veled? Jó, a házhoz jön a husi. És minimális erőbefektetéssel tudjuk magunkat gyógyítani. Tehát nem mondom, hogy probléma. Farkasoknál ugyanez a helyzet, csak legyen nálunk. Ez a gyönyörűség. Ennyi. Ráfekszünk az F betűre. Egyből jobban érezzük magunkat. Hopp! Megtaláltam az egész famíliát. Állkapcsont dobtuk. Mekkorát viccánkolt az obot. Nem tudom, mi történik, hogyha meghal a karakter. Én még sosem haltam meg, de egyszer jó lenne kipróbálni. Hogy a játék legelején kezdjük, vagy a házamba. Egyszer volt olyan, hogy aludtam tűz mellett,
és rohadt messze keltem fel, és a küldetést elbuktam, amin volt. Nem mondom, hogy annyira játékbontó. Jó, ott lesz agyag. Azt hiszem itt is van valahol agyag. Nem mondom, hogy annyira játékbontó, egyszerűen csak bosszantó. Elég sok agyag van itt. Egyszerűen csak bosszantó. Ja, már mint hogyha időskorban? Hát nem tudom, hogy valaki kipörgette a játékot addig. Persze így néhány nap alatt ki lehet, hogyha valaki így ráfekszik. Kiveszi a szabadságát, aztán orba szájba játszik a játékkal. Biztosan lehetséges. Na, hol megy, fiam? Ott. Arra. Arra lesz a mi emberünk. Ott van. Uniagost! Hoztam a hírét! A szomszéd falunak. Fát vágtam. Érted? Farkasokról van szó, én meg fát vágtam. Nem fél a farkasoktól. Most meg van főleg, hogy fala lesz. Wait for the future events. Komolyan, ez a tanács, ez a tipp. Flörtölnöm kell, és kapok pontot. Jó. Akkor mennyi az idő? 17 óra 48. Van itt valami asszony, akivel tudok flörtölni? Ott vannak bent egy páran. Lehet, hogy csak tesók. Hol tudok bemenni a házatokba? Itt. Halló, jó estét! Csak flörtölni akarok, nem akarok elvenni feleség. Na mindegy. Veled? Halló? Hallottál valami pletykát? Ó! Oh. Oh yes, plenty. Want to talk for a bit sometime? Persze, most is beszélgethetünk. Do you have a minute? How have you been lately? Okay, ez nem jött össze. Jó van, tudom, hogy dolgod van. De vele nem is lehetett flörtölni. 18 évessége miatt. Na mindjárt itt lesznek. Mások itt van-e bent valaki, aki bujkál. Hello Olga, tártalan. Te nem vagy megfelelő célszemély arra, amit én most szeretnék. Hello, Berta. 20 éves. Olyan retkes vagyok, hogy arra nincs megfelelő szó, úgyhogy... tudom, mit csinálok. Nem? Nem. Nem. Megpróbálom Bértával. Igen, nem akarom, hogy azt érezzék az emberek, hogy agresszív vagyok. Oké, megfürödtünk. Alaposan. You are dirty? Miért? Nem. Elmúlt. Az előbb elmúlt. Iszunk is egy kicsit. Ez az. Kijövünk a hínárból. Mint a patyolat. Érted? Mint a patyolat. Hello, Berta. Tudod mit? Előveszem a csinosabbik flaskámat. Nézd csak. Ez helyi víz. Ez nagyon jó. Ez is házas. Azt a kutyafáját! Jó. Akkor ő is házas. Azt fogjuk csinálni, hogy átmenjünk a szomszéd faluba. Oda.
órát megyünk, gyújtunk egy tüzet, alszunk egyet, reggel meg mire mindenki ki fog mászni a szobából, mert mire odaérek, valószínűleg este lesz. Akkor majd köszöntök itt egy hölgyet. CK3-mal amúgy sokat gondolkoztam rajta, mert hogyha egy hasonló kaliberű játékkal el akarsz kezdeni játszani, akkor azt ilyenkor kell csinálni, amikor kijön egy következő rész. Nem amikor már kijött vagy 8 kiegészítő, mert az jóval nehezebb lesz. Gondolkoztam rajta, meglátom, hogy milyen, mennyi időm lesz. Meglátjuk. Nem tudom azt mondani, hogy igen, nem tudom azt mondani, hogy nem. Az a baj, hogy láttam videót és tetszik a játék. Falibor. Hopp, ott vannak nők. Gyerünk, üljetek a tűz köré. Valósi programban. És most az következik. Hello, Ida. Te túl öreg vagy hozzám. Ugye? Még az, hogy túl öreg, de még házas is. Inga! Valamit mondanom kell. Attól nem mondhatod neked valamit? Nem. Azt mondja, hogy mi nem ismerjük elég alaposan egymást. Hát jó. Itt van a kedvenc neveim egyike, a Falibor. Mert ugye van asztalibor, azzal tisztában vagyunk, de itt meg van falibor is. Vigyázzál. Bucket. 33-ért adjuk el a waterskint. Jó, itt bent a családod van? Zdamir. Nem lehet felkelteni. Jó, hát megint eljutottunk oda, ahol a part szakad. Úgyhogy gyújtsunk egy tüzet. Várj meg a reggelt. Hát, kapunk valami küldetést. Hát, ha. Jó, hát akkor bemegyünk az erdőbe. Na. Hihetetlen. 6000 méterre le tudtuk rakni az erdőtől. De jó, az évszakváltást nem tudjuk odakint eltölteni, tehát megint rohadt messze vagyunk. És ősz van. 94%, 33 wooden spear. Igen. A hagymám a 100%-os, ótról 100%, meat. 26 meat, ez zseniális. Ez pedig 50%-os. Jó, ez még a bugged. Ez már nem a bugged. Tehát meg kell csinálnunk, meggyújtjuk ezt a tüzet, úgy, cooking, R, E és F. Ami meg a ládában van, az ilyen tartalékkaja lesz, hogyha nagyon-nagyon megszorulunk. Eloira lesz. Igen, a CK3 valójában egy elég drága játék, ezt én is osztom. Haza álmodtam magam. Valaki hazavitt. Azt mondták így az ősznek az elején, hogy nézd már, itt van egy paraszt. Ja, tudom, hogy hol lakik ez a tolvaj. Na igen, eltelt egy újabb évszak. Ősz van. Életem első ősze. És mindjárt megnézzük, hogy a reputation valójában hogy áll. Crafting, level up. Zseniális. Mit tudunk csinálni? Mi az, ami nagyon kell? Faster baking, work in progress. Craftingnál az a jó, hogy minden még munka alatt van. Csak ez az egyetlen egy dolog, ami nem. Hát akkor legyen ez. Nagyon örülök, hogy ezt kipakolhattuk. Minusz 81. Aha, ezek szerint mégsem. Hát akkor... Akkor küldetéseket kell csinálnunk. Borovóban van egy küldetés. És Baranikában is van egy küldetés. És Rolnikában is van egy küldetés. Oké, kezdjük akkor Borovóba. A hús, ami nálunk van, az... 75 és 100. Jó, ezeket majd meg kell adjuk. Vagy eladjuk.
az is működik. Beat with Gravy. A 100-as roosteret az berakjuk ide. Biztonság kedvéért. Így. Összes tollat, összes bört, összes szört. 11 stick, az maradhat. Cold protection. Cold protection. Jó, ez majd kell. És szerintem fel is vesszük. Azt mondja, hogy F és F. Oké. Okay. Nagyon tetszik a karakterünknek az ábrázolása, ez valami zseniális. Igen. Már csak sakka kell. Ezt a cipőt meg szerintem kipakoljuk. Bár ez jó híre meg a meleg ellen is, de nem hiszem, hogy ilyenkor nagyon-nagyon meleg lenne. Jó. Borovó. Megyünk és csináljuk a küldetést, húzzuk felfele a reputációnkat. Hát ha valami nőnél csinálunk küldetést, amiért kapunk jó sok lóvét. Mushroom. Ó, oh, ez újfajta gomba. Hát láthatóbb, mint a tavaszi gomba. Tehát alapvetően elégedettebb vagyok vele. Aha. Na, ah, másfajta is. Á, ah, ugyanaz csak kicsi. Ekkora távolságban megláttak? Vagy csak ilyen nagyon-nagyon mozgók ilyenkor? Vajon ilyenkor ősszel agresszívek lesznek? Halottak lesznek ilyenkor ősszel nem agresszívek. Hát lehet, hogy az... De túl sok hatása nem nagyon volt. Az talán még egy? Red Pine Mushroom. Ó, gomba cunami. Lehet, hogy ezekből kajákat tudunk majd csinálni. Lehet, ezekből kajákat tudunk csinálni. Megettük. Nincsen bajunk. Technológia. Crafting. Menjünk rá arra, hogy tavern. Multigrain bread. Igen. Taverna 3. Fruit tart, fish tart, meat pie, fruit pie. Nem. Az ott egy róka. Van még egy bak. Állj meg, haver! Állj meg! Jó, hát vadállatok vannak bőven. Jó van, ki is röhögött a róka. Na, elég legyen ebből. Küldetéseket kell csináljak. Hogy kapjak egy vagy kettő reputációt. Akkor valószínűleg valami nagyobb küldetést csináltam meg, hogy 20 reputációt kaptam érte. Inkább ezt tudom valószínűnek mondani. De most a térképen látszódik 3 darab küldetés is. Ja, az is jó lenne, hogyha ilyen fosós hasmenés így előjönne a játékból. Vagy hányás. Még az is simán jó lenne. Még az is. Mint ami a Green Hell-ben van. Amikor, hogyha az ember rosszat teszik, kiokádja a belét is. Simán jó lenne. Amúgy betegségek, gyorsabban nő az éjség, gyorsabban nő a szomjúság. Kiütéseid lesznek, ezáltal az emberek nem akarnak veled beszélni. A kiütéssel beszélsz valakivel, akkor egyből negatívot kapsz. Vagy mondjuk nem tudsz flörtölni. Bár mondjuk az eléggé időszakos flörtölés. Ida! Gyere ide! Gyere ide! 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 Tudod valamivel segíteni? Oké, én erős vagyok. My family foods missing coins but not time. Jó hangzik, mit kell csinálni?
journal. Want to feed. 3 darab bogyó és 7 darab hús. És mennyit fizetsz érte? 60 darab coin, meg 3 dinaszti. Meghallottam a húst. Inga. Te voltál az Inga? És csak, te nem már láttál? Azaz. Ja, ő adta, amúgy vele fogok flörtölni, csak adjon egy küldetést. Adjak neki 100 dénárt. Mert aranyásul. Kíváncsi vagyok, hogy bogyókat most találni fogok-e. Meg vadakat. Az még a második kérdés. Valakit biztos, hogy lesznek. Hopp! Ott vannak. Nem lesz egyszerű. Jövök. Nyugalom. Nyugalom. Óóó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 
Gyönyörű halálpúz. Négy darab push. Még több push. És már csak bogyót kell találjak. Szerintem nem bánják a lányok, látják, hogy valójában mennyire kemény csávó vagyok. Még a nőkhöz is láncsával megyek oda. Gyönyörű. Áááááá, majdnem a róka is meglett. Do! Mint Mo. A rohanó róka. Hey, fejbe dobtalak, csak szólok, hogy fejbe dobtalak. Hallod? Állj meg. Szóltam, hogy fejbe dobtalak. Kettő róka is van. Fejbe dobtam az őzet. Fejbe dobtam. Érted? Fejbe. És fut! Átment az agyán a láncsa. Ja, akkor szarjon sünt. Bogyóra van szükségem. És valószínűleg ebbe az évszakba nem nagyon van bogyó, ugye? Az van, hogy nem van. Oké. Na, hölgyeim és uraim, hát az van, hogy nekem van itt egy listám arról, hogy hol található milyen cucc, úgyhogy nekem most kell a küldetés teljesítéséhez bogyó. Úgyhogy meg kell keresnem azt a, meg is van. Falibor. Ne. Nem. Nem Falibor. Kinél van vajon bogyó? Sherry. Senkinél nincsen Barry. Hát ez szívás. És itt sincs valami sok. Ha. Lehet, hogy ezt mindet leszedtem? Száz százalék food poisoning. Ha-ha, végre 3 kalóriát ad egy gomba. Nagyon tetszik, hogy vannak különböző gombák. Azt hittem, hogy egyfajta gomba van, aztán úgy el kell fogadni, hogy egyfajta gomba van, aztán kész. Ezek szerint nem. Na jó, hát akkor borovó az várni fog nyárig. Vagy megnézzük, hogy... Hol a búbánadban van a háza?
nem mutatja a térkép. Érdekes. Úristen! Itt is van még gomba. Red Pine Mushroom, az sárt, az se bánt. Red Pine Mushroom, ja, egy kalória. Simán megesszük. Gombalevest készítenék, olyan király lenne. Van é esetleg... Amúgy, csak egy gondolatmenet, hogyha szerek bogyót, szedtem volna bogyót, vagy szerek gombát és lejár, akkor trágya lesz vajon belőle? Azzal tudok trágyázni? Szerintem ez egy eléggé fontos kérdés. Szerintem eléggé fontos. Igen. Ja, azért nem látom a térképen, mert be van állítva, hogy a küldetéseket lássam. Igen. Az mostan egy probléma. Lehetnének amúgy a gombáknak is különböző hatása. Lehetne olyan gomba, hogy ilyen random tulajdonságot ad, hogy gyorsabb legyél, vagy lassabb legyél, és még tudsz főzni belőle valamilyen főzetet. Ja, ilyen boszorkánykonyha, az mekkora király lenne. Szerintem működne. Én simán el tudnám képzelni. Hello, zsombor. És azt is el tudom képzelni, hogy itt ebbe a bódéba van valami. A földet azt betakarították. Halló, csukódik az ajtó, hadd csukódjon. Semmi. Nothing. Viszont ott egy küldetés. Segítetek valamiben? Van egy lyuk a falon. Plafonon. Wooden spear, 2 darab alma. Seriously? Ja, ezeket kapom. És kell 2 darab fatörzs. Jó. És minimálisan kapok egy Dynasty Reputation-t. És mondd csak, haver, te miért nem tudtad kivágni ezt a fát? Mondok jobbat. Miért nem adsz több reputációt? Mert ez így hát mit nem mondjak, eléggé lassú lesz. Rolni kell, át kell mennem, de itt is megnézem majd az embereket. Mi kaptunk almát, amiért urál jár. Itt azt hiszem a flex van. Utasd a cuccaidat. Van őr, itt van trágya, rendesen, kabecs, szíd, wool, igen. Jó, akkor menjünk nyugat irányába. Nyugati irányba. Átugrunk a másik településre. Hát ebben nem sok dinasztia pont lett, az az igazság, a menedzsmentnél mínusz 80-nál járok. Kinek adjam oda a pénzt ezért a bárányért? Hm? Ki az az illető, akinek oda kellene adnom a lóvét, hogy ezt a bárány megkapjam? Ja, én se látom a gazdáját. Az egy kóbor bárány, az ott senki, annak nincsen tulajdonosa. Remélem mindenki érti, mire gondolok. Szerencsétlen bárányt megvédtem a farkasoktól. És ennyi. Szárnyaim alá vettem. Gyógynövények még mindig vannak, ami nagyon jó, hogyha mérges gombát akarok enni, akkor megmenekülök. Igen, itt most gombafogyasztás lehet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalória. Viszont van itt ilyen romlandó kajám. Ez, hogy ezt meg is esszük. Ezt el kell fogyasztanom. Branika? Branikába benézünk. De ez így elég meredek lesz. Kicsit erősnek érzem azt a 100 pontot. De hát ilyen a játék, ez a játékszabály. Köszönöm. Hopp,
itt egy csaj van. Aha, így van. Állj fel a rokkától. Egy kolifet tudok venni. 100 ért. Ez védeni fog. Szimpatikusabb nem biztos, hogy leszek. De legalább lesz egy sapkám. Ennyi, vettünk egy darab sapkát. Fantasztikus. Ezt meg eladjuk. Nem akarom mérges gombát enni. Igen, sapkát felvesszük. F. Oké. Okay. Most már nagyon vadítóan és csábítóan nézünk ki. Itt én pusztítottam az erdőt. Oda megyünk. Ott is lesz elméletileg egy árus. De hogyha ilyen szinten kapjuk a küldetéseket, akkor ez így eléggé gyengusz lesz. Főleg, hogyha ilyen egy dinasztia pontot kapunk érte. Etesd meg a családot, hozzá húst, meg hozzá bogyót, az úgy... Fed, Berry, 3/0. Nem lehet már... Nem lehet már ilyet találni. Húst azt tudnék vinni. De Berry... Nincs valahol valami kósza Berry? De ezt a küldetést én nem fogom megcsinálni. És ami nem az én hibám. Bár mondjuk lepakolhattam volna a bogyókat. Igen. Itt van valaki? Ó! Oh, ez egy műhely, ez egy workshop. Jó. Üres. Mint a legtöbb hely. Na, ez a bódé. Ez is üres. De mit árulsz, barátom? Mondd, hogy nem. Húst. És egy húsnak 4 az ára. Amúgy lehet innen összevásárolni dolgokat. Oké. Na. Hát én érzem a potenciált abba, malacok, nagyszerű. Érzem a potenciált abba, hogy újra kezdjem a játékot. Mert olyan túl sok minden nem történt, és eddig fel tudom hozni egészen őszig. Csak egy kicsit másabb koncepcióban. Ezt meg elkönyveljük ilyen tanulópénznek. Mert az emberek úgysem jönnek az én falvamba, amíg nem érem el a plusz 50-es dinasztia pontot. Az 100%, hogy nem jönnek. És ugye nem jönnek emberek a falvamba, akkor nem tudom automatizálni a termelést, és nem tudom növelni a falonak a méretét. Aminek meg, ami pedig alapvető pont lenne szerintem a játékba. Ó! Oh. Hello haver! Na lássuk, a futó versenynek hanyadik helyezettje leszel. Dobd el az agancsot. Az igen. Beledobtam a fejébe, és így egyszerűen csak így hátra nézett, hogy mi? Mit csinál? Mi tört? Ott a többi. És valószínűleg igen, a megsérült állatnak a nyomait fogom olvasni. Csak feltételezésként. Valószínűleg rossz a kapcsolat. Valószínűleg gyenge a netünk. És a pontosan emiatt... emiatt nem live-oltam sokat. A gyenge net miatt. Gyengült a feltöltési sebesség. Valószínűleg ezért laggolt. Meg ezért gyengült a teljesítmény. Na, itt van egy küldetés, hogyha ez ad nekem 100 reputation pointot, annak örülni fogunk.
Komolyan? Segíthetek valamiben? Kérhetsz tőlem valamit? Igen. Igen. Mit kellene a gyereknek hozni? Ó, egy kőkés kell a gyereknek. Hát haver, miért nem ezzel kezdted? Mindjárt hozod neked egy kőkést, és úgy játszhatsz, mint apukád. Wow, innen lehetne lopni rendesen. Répa. Na, 5 dinasztia pontért. Ez amúgy nem rossz. Ez amúgy nem rossz. Na már csak az a fantasztikus feladat vár rám, hogy követ találjak. És a játék készítői megnövelték a köveknek a mennyiségét, például a patakok mellett. Vagy az ilyen kikövezett peremű folyamok mellett. De én azt feltételezem, hogy nagyjából egy ilyen fél órán belül itt az erdőbe is találok majd követ. Ott a rock, meg ott a rock. Helyes. Kell egy bicska a gyereknek, hát... Most ugyanazt akarja játszani, mint az apukája. Remélem nem fogjuk hallani így a pletykálkodásnál, hogy egy kisgyerek megölte a családját, vagy a másik gyereket már nem játszott. Remélem nem fogjuk ezt hallani. Ez elég kiábrándító lenne. De hát... Nem vagyunk olyan helyzetben, hogy itt mi döntéseket hozzunk klán szinten. Értjük? Ott a kés, ott a gyerek, odaadjuk. És a gyerek... Tessék, itt van. Köszönöm szépen a Dynastia Reputation pointot. Megmelengedted a szívemet. Érted? Ott nincs küldetés. Remélem itt sincs. Adjam meg! Hornikába van egy küldetés. Végülis csak 17.000 kilométerre innen. Nem sok kérdőjel az, ami folyamatban van, de bogyót nem valószínű, hogy találok, mert nem kereskednek bogyóval. Tehát az ott még várat magára. Denikába ta... Nem, nincs. Hát akkor ennyi. Én nem fogom most lemenni Hornikába, mert egyébként is 16 óra 26 van. Ami viszont fontos... Stickből van 15. Két kő, ez majd kell. Ha lenne egy kaszám, ide jöhetnék segíteni lekaszálni ezt a gabonát. Vagy ezt a rist. És este pedig szépen lenyúlhatnám. Ami mindenki alszik békésen, nyugodtan. Addig én szépen kölcsön veszem. Simán működőképes. Igen. Hát vadászni elmehetnénk alapvetően. Egy darab wooden spear-em van, szerintem csinálok még kettőt. Az alapokon kívül mennyire van benne extra? Nem tudom, mert a játék a menedzsmentre épül, csak egy az első részben látható eléggé csúfos lopásnak köszönhetően nem igazán akarnak az emberek jönni az én falumba letelepedni, mert nagyon-nagyon negatív a dinasztiámnak a híre. És ezt kell ilyen küldetésekkel kicsikét helyre fokozni, ami meg nem könnyű feladat alapvetően. Campfire. Begyújtjuk. 1 óra 48 perc múlva tudunk aludni. Hát akkor vadászunk addig. Igen, az ugye elég brutál lenne, hogyha a gyerek lehentelné az egész falut. Na, kószabogyó? Esetleg? Nem. A rohadt szarvasok meg őszek lezabálták az összeset. Mikor tudunk aludni? Másfél óra múlva, ami azt jelenti, hogy 19 órakor. Oké. Okay. Hát akkor
töltsük tartalmilag megfelelően az időt, és rohangáljunk azután a szarvas után. Így. Amúgy is egyedül van. Jövök, barátom, jövök. Hopp. Hopp. Ha-ha-ha! Nem tudod kidzsúkolni a kis köcsök? Köszönöm szépen a bört, köszönöm a húst! Megnézem itt ezt a szigetet, meg itt ezt a folyót, hogy látok-e benne egyáltalán halat. Léteznek-e a játékban halak? Az is egy fontos kérdés lenne. Eddig tetszik. Beletörtem a víztükörbe a láncsámat. Óvatosan gyerek, így belemegy. Egyébként nem látok. Na mindegy, szerintem hazafutunk. Hát ha találok út közben valamilyen állatot, amit levadászunk. Az első éjszakát akkor átalusszuk. És lehet, hogy következőnek már kapok olyan küldetés más területen, amivel mondjuk tudok flörtölni, és megkapom érte az 50 pontot, és egyre közelebb kerülök a nullához. Az úgy zseniális lenne. Hát ennek a gombának is meg kell mondani, hogy nem biztos, hogy itt kellene kikelni. Nem igazán értem a halászatnak így a lényegét itt a játékban. Magát a halászatot értem, azzal nincsen probléma. De itt a játékban eléggé kaotikus. Ja, hazaszaladunk, megsütjük a húst. Jó lenne amúgy, hogy a futással is nőne valami. Állóképesség nőne, a sztaminánk. Gyorsabban sprintelnénk. Lenne egy folyamatos gyorsulás. Aztán, hogyha mondjuk kétszer nyomnám meg, akkor egyből gyors sprintbe vált át. Az ilyenek nem lennének rosszak, hölgyeim és uraim. De attól, hogy fát vágok, vagy bogyót cibálok, vagy követ fejtek, attól is tudom növelni az állóképességemet, nem feltétlenül kell a futásra rátámaszkodni. Csak úgy jó lenne. Egyébként is elég sok futkározás van a játékban. Ugye majd, hogyha megcsinálják a mechanikáját a lovaknak, és lesz benne lovak vagy hátasok, akkor ez már nem lesz egy hiánypótló szolgáltatás. Tehát akkor ez már nem lesz probléma. Mennyi az idő? 19 óra 14. Helyes. Nem is fogunk hazamenni. Hiányzik a bot! Állj! Kettőt kapunk. Tizenhat, egy botunk sincs. Meggyújtjuk. És alszunk. Sleepy day! Felkeltünk, nem vagyunk éhesebbek. És megnézzük, hogy hol van küldetés. Kajak? Nincs új küldetés, tehát évszakonként fog frissülni a küldetés. Hú. Na ez kemény, ezért ne lopjatok, srácok, lányok. Ezért ne lopjatok. 75, ezt hogyan tudom húzni? 60. Adót is kell fizetnem. Hát jó. Hát jó. Oké. Ez így eléggé meredek. Mert...
mert az. Jó, valószínűleg újat fogunk kezdeni, hölgyeim és uraim. És nyárig szerintem el fogom vinni a játékot. Mert ha sikerül egy jó küldetés kifogni az elején, akkor már fel fog menni a kapcsolatunk eléggé magasra. És jelenleg itt a faluban nem csinálok semmit. És szeretném... Ó, répa! Répa! Gyűjtsük be a répát! Gyűjtsük be a répát! Eztet is! Így van, meg ezt is! Meg ezt is! Úgy! Na! A mezőgazdaságot megmutattam, már csak trágyára lenne szükségem, hogy megszórjam itt a területet. Nem tudom, hogy ez így tavasszal újra lő-e. De egyébként a növénytermesztéssel kapcsolatban annyit tudok, hogy vannak növények, amik tavasszal ültethetők, vannak növények, amik nyáron ültethetők. Vannak növények, amik tavasszal nem ültethetők, meg vannak, amik nyáron nem ültethetők. És mindegyiknek van egy növekedési szakasza, a répát tavasszal ültettük el, nyáron nőtt, és őszre pedig kikelt. És mindegy, hogy egy perccel a nyári időszámítás előtt ültetitek el, amint nyár lesz, ki fog kelni a földből. Tehát nem kell már a tavasz elejét azzal töltenünk, hogy én biztos, hogy vetni akarok. Vagy vetni fogok. Nem kell. Egyáltalán. Szóval, amit még megtudtunk, Stone Tools, Stone Arrow, Stone Pike, nincs. Throwing Rack, lehet, hogy ez jó lenne mondjuk az állatok ellen, mert volt egy játék, amit játszottuk ott, és kővel kellett ledobni az állatot, hogy elszívüljön. És lehet, hogy egy ilyen nyíra majd szert fogok tenni. Viszont, hölgyeim és uraim, azt tudjuk, hogy a ruhakészítés az nem egyszerű. És azt is tudjuk, hogy ebben elég sok pénz van. Alapvetően. Loom. Fabric, wool fabric, oké. Okay. Ez pedig linen thread, wool thread. Elég egyszerű. Easy peasy. És itt ezen a szinten tudunk néhány dolgot csinálni, ezekkel jó pénz jár. De az is a kérdés, hogy esetlegesen, hogyha nyersanyagot eladom, akkor mit tudok csinálni? Az is kellemes, Marnus, hogyha nem nő így a kapcsolat közted meg az NPC között. Igen, igen, mondjuk ez a röngből lunge, ez elég érdekes. Mennyit kell vajon faragni azzal a kőbaltával azt az egyetlen egy puskót? Úgyhogy, hölgyeim és uraim! Én ezt most nem fogom folytatni, mert rengeteget kellene játszani, több évet, hogy ez a mínusz 75 lemenjem. Úgyhogy kezdek egy újabb részt, ugyanide fogok letelepedni. Néhány dolgot másként csinálok, de nagyjából innen fogjuk folytatni. Tehát megpróbálom egészen őszig elhúzni a játékot, hogy innen tudjam folytatni. Nem fogok annyira rámenni a településre, tehát házam biztos, hogy lesz itt. Házam biztos, hogy lesz. És megpróbálok majd itt embereket összeszedni. Legalábbis egyet. Ez a terv. És ezt fogom következő alkalommal véghez vinni, és a harmadik rész már az őszről fog szólni. Erről az esős időről, meg a térről, meg arról, hogy esetleg egy vadász hogyan dolgozik nekem, hogyan gyűjti az alapanyagot, mert jó lenne ruhákkal foglalkozni, csak akkor a mezőgazdaságnak is olyannak kell lenni, hogy a megfelelő alapanyagot csináljuk. Illetve a tudománynál, technológiánál Big Goose Fold 2500 pontot kell majd összeszednem a farmingnál. Kicsit hosszabb idő, lehet belekerül néhány évbe, de megpróbálkozok majd, és egy élő adásokon keresztül majd követjük ennek a játéknak menetét. Mikor lesz kövi rész? Hát én a héten szeretnék játszani még, viszont a hétvégén az eléggé tömény. Talán most van szerda, talán pénteken, de nagyon talán. Ó, mielőtt még tovább mennék. Ez a nyuszi, nem tudom mióta rohad itt, de megvan.
Ott a bölény! De azt már nem fogok bevadászni. Jelmentem ezt a játékot, minden esetre hát találok majd valami glitch-et. És kilépünk a főmenübe. 30 perc alatt ki tudod húzni Barnig. Elhiszem. Gondolom kapálással. Jó lenne, hogyha megcsinálnák a kooperációs módot, mert most már játékokba belerakták azt az ilyen kopjátékokba, hogy ugye ha mindenki alszik, akkor ugrik reggelre a játék. Mert amúgy kompatibilis teljes mértékben. Én látom benne a potenciált, és sokkal gyorsabban fejlődik maga a falu, hogyha ketten, hárman vagy négyen vannak. Nem hiszem, hogy itt ilyen 10 emberen kell gondolkozni, tehát egy ilyen 4, maximum ilyen 6 vagy 8 ilyen Don Starvos kooperációval meg lehetne ezt egészen jól, mert hogyha van 8 ember, van 8 férj vagy feleség, mert akkor már nemet is lehessen változtatni, és nem csak Rasimir lenne, akkor az már a 16 ember, de ezeket etetni kell. Tehát ott már a kaja előtérbe kerül, de az, hogy egyedül éhenhaj, az valószínűleg nem lehetséges. Biztos lehetséges, ha az ember nem foglalkozik vele és direkt rááll, de egyébként... De egyébként nem olyan nagy probléma. Most arra azt mondta, hogy nem kell a faladat egyengetni? Az már akkor jól előre haladott. De én is ott szeretnék majd tartani egy bizonyos idő után. Ja, biztosan kijön majd a kooperatív, ezt majd meglátjuk viszont. Hölgyeim és uraim, én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, ez lett volna a Medieval Dynasty második epizódja, és egyben ennek a befejezője, de jön majd a harmadik epizód egy új játékkal, amit már úgy alakítok, hogy megfelelő legyen játék technikai szempontból, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, én Uno voltam, és mindig találkozunk legközelebb. Szevasztok!